Hősiesen, hogy amíg készültem erre a webkonferenciára, számos internetes oldalt végigolvastam, és megtudtam azt is, hogy a megfázás vagy meghűlés más néven heveny, orgalat, gyulladás, vagy remélem jól fogom mondani, rinofaringitis, heveny rinitis, nádha, hűlés, akut légzőrendszeri betegségnek van nevezve. Ez a felső légutak vírusos fertőzése, mint ahogy olvashatom az egyik tisztázó szabad enciklopédia oldalon, amely elsősorban az orr, a torok problémáját jelenti. A meghűlésnek a Wikipédia szerint nincs pontos tudományos és orvosi definíciója. Itt egy picit megálltam és elgondolkodtam, hogy a csodába lehet az, hogy nincs pontos és tudományos orvosi definíciója valaminek, ami ennyi embert érint. A Wikipédia szerint a leggyakoribb kórokozója a rinovírus, de több mint 200 vírus okozhatja, és néha bakteriális fertőzés is súlyosbíthatja a tüneteket, tudhattam meg, mindezt az akadémikus orvoslás szempontjából. Azt is megtudtam, hogy a meghűlés nagyon gyakran összekeverjük ennek súlyosabb változatával, az influenzával, amely főleg a gyenge immunrendszerű személyeket támadja meg, ilyenek az újszülöttek és az idősek, és halálos is lehet. Mindezt olvasom, és nem kommentálom, nem teszek hozzá megjegyzést, megnézzük, hogy mindez a germán gyógytudomány tükrében hogyan is működik. És nagyon érdekes, hogy itt meg is mutatják a fő bűnöst, a legtöbb felső légúti hurutért felelős rinovírus képét, ami, megmondom őszintén, engem egy labdára emlékeztet, ilyen szürke-fekete öty van ábrázolva, egy kis fekete csillaggal a közepén, és mint később megtudtam, hogy gyakran ez a probléma orr melléküreg gyulladáshoz is vezethet. Próbálom helyesen olvasni laikus módjára, sinusitis maxillaris, frontalis és egyéb elnevezésekkel is illetik. Ezek a melléküregeket érintő problémák, betegségek megnevezésére szolgálnak. Amint kiderült, a meghűlésre nincs gyógymód, de a tünetek kezelhetőek. Most kapaszkodjanak, kedves hallgatók, a felnőttek átlagosan évente 2-3-szor kapnak meghűlést. A gyermekek körében ez 6-12 alkalom per évre tehető. Azt mondják, hogy ez egy fertőző megbetegedés, és az egyetlen gyógymódja a gyakori kézmosás, és arra is találtak bizonyítékot, hogy hatékony védekezési mód lehet az arcmaszk viselése. A mai nap volt egy olyan találkozásom egy régi ismerősömmel, aki megkérdezte tőlem, hogy hát te is meg vagy fázva? És nagyon érdekes volt az egész, mert ugye én tudtam, hogy ma a webkonferencián pont a megfázás és a meghűlés lesz, a nátha lesz a főszereplő, és így el is gondolkodtam rajta, hogy nem, én teljesen jól vagyok, és igazából nem is emlékszem arra, hogy mikor voltam utoljára megfázva. Tehát ez a hölgy, ez nagyon furcsán nézett rám, hát, hogy ő folyamatosan beteg. De vajon tényleg ennyire súlyos és ennyire komoly problémával nézünk szembe? A nagymamám azt mondta, hogy ez gyógyszerrel 7 napon belül gyógyul, gyógyszer nélkül pedig egy hét alatt elmúlik. Nagyon sokan elbagatelizálják ezt a történetet, mások túlkatasztrofizálják, nézzük csak meg a reklámokat, mekkora divatja van ennek a témának, és milyen félelmeket lehet ezzel a náthával, megfázással, influenzával kelteni. Vajon tényleg gyógyíthatatlan betegség ez a nátha, és nincs rá gyógymód? Vajon mi okozza ezt? Vajon hogyan lehet ezt elkapni? Hiszen a buszon, vonaton, tömegközlekedésen utazók száma nagyon nagy. Ennek ellenére sokkal kevesebben diagnosztizálják, sokkal kevesebb embernél diagnosztizálják ezt a betegséget. Megnéztem a Központi Statisztikai Hivatalban is ezt a nátha egy kicsit közelebbről. Nem pontos adatot tudok mondani,
csak az orvoshoz fordulók 10%-ánál jelenik meg. Aztán egy másik oldalon azt olvastam, hogy minden tizedik náthás megy orvoshoz, hogy hány embert érint, ezt valójában nem lehet tudni. De hogy mi a nátha, mi a megfázás, egyáltalán valósak-e az előbb általam felsorolt küzdések? Valóban egy nagyon komoly betegségről beszélünk? Valóban egy kórokozó okozza? És hogy lehet, hogy 2017-ben még ennél a 200-nál többféle vírusra sem találtunk megoldást? Vajon hogyan működik ez az emberi szervezetben? Miért van az, hogy egyes embereknél csak orrfújásos és orrdugulásos panaszt okoz, míg másoknál arcüreggyulladást? Mi a köze annak a ténynek, hogy vannak, akiknek a torkuk kapar, másoknak a homlokuk fáj? Hogyan alakul ki, mi befolyásolja ennek a betegségnek a kialakulását? Egyáltalán miről beszélünk, hogyan néz ez ki a germánygyógytudomány tükrében? Ezekre a kérdésekre is azt gondolom, hogy még sokkal többre a választ dr. Budai László Károly fogja megadni, aki szabadfoglalkozású orvos, természetgyógyász, életmódtanácsadó és germánygyógytudomány terapeuta. Fogadják őt szeretettel! Nagyon köszönöm Rékának ezeket az ébresztő gondolatokat, és az jutott rögtön eszembe, hogy hát a statisztikailag én kellett volna legyek a legbetegebb ember a körzetben, hiszen minden beteg hozzám fordult, valóban. És mindenki rám köpködte a bacillusait, meg a vírusait, nem? Volt rajtad arcmaszk, símaszk, szemüveg, gumikesztyű? Nem, símaszk csak a sípályán volt, tehát semmi ilyen nem volt rajtam, ilyen látványos védekezés. Egyszerűen nem volt semmi félelmem azzal kapcsolatosan, hogy bármit is elkaphatok valakitől, és tényleg soha semmit el nem kaptam. Na de ez mind érthető lesz, hogyha valóban megértjük, hogy mi is ez a nátha, mi a megfázás, miért kapar a torkunk, miért fáj a homloküregünk, miért csorog az orrunk. Mindennek megvan a maga oka. Épp ez a gyönyörű a germán gyógytudományban, hogy nem lehet összemosni a dolgokat, nem lehet tünetcsokrokat kötni és elnevezni egy-egy betegségnek, hanem minden tünet mögött ott van valamilyen lelki tartalom. Miről szól valójában a germán gyógytudomány? Ki fedezte fel? Mióta van? A germán gyógytudomány dr. Rike Gerd Hammernek a munkássága, életműve, és mindig elmondom, hogy valami döbbenetes dolgot fedezett fel, mégpedig pontosan azt, hogy hogyan működik az emberi lény, mint biológiai lény. Ezek a törvények, az öt biológiai természettörvény, amit dr. Rike Gerd Hammer már 36 éve felfedezett, ezek örökérvényűek voltak, most is azok, és lesznek a továbbiakban is, hiszen van hely a világban, ahol ezeket leteszteltük, és ennek alapján gyógyítják az embereket. Csak hogy abból senkinek nem lesz haszna, hogyha valaki csak úgy magától meggyógyul. Abból meg semmiképp nem lesz haszna, ha meg se betegszik. De aki tudja a germán gyógytudomány öt biológiai törvényét, és nem fog megijedni némi tünetektől, sőt azt is tudja, hogy hogyan előzze meg ezeket a tüneteket, vagy betegségeket, amit dr. Rike Gerd Hammer értelmes biológiai különprogramoknak nevezett, nos, akkor mindent, de mindent érteni fogunk, hogy hogyan működünk, és a legjobb módszer a hipokondria ellen, pontosan a germán gyógytudomány ismerete. Hát az az ember, aki fél a betegségektől, az még egy előadásomat is fél megnézni, mert ő nem szeret ezekkel foglalkozni. Épp az imént olvastam egy ilyen levelet, úgyhogy ebből idézek, de mondom, a legjobb gyógymód a félelmek ellen, ha megismerjük, hogy miről is szól ez a biológia, mert ugye csak attól félünk, amit nem ismerünk. Ha pedig megismerjük, hogy hogyan működünk, sőt, azt is megismerjük, hogy hogyan tudjuk megoldani ezeket a programokat, akkor gyakorlatilag félelem nélkül élhetjük az életünket. Dr. Rike Gerd Hammer egy fantasztikus orvos, aki nem csak medicinát, hanem teológiát és fizikát is végzett, és több felfedezése után megkapta a jogdíjakat, és ebből megengedhette magának, hogy legnagyobb örömének
áldozzon, vagyis a gyógyítással foglalkozzon kizárólag, ezért Nápolyba ment 1976-ban családostól, hogy ingyen gyógyítsa a szegényeket. Tehát mindazt, amit tudunk, azt egy ilyen embernek a kutatásából tudjuk. 2 év múlva tragikus szerencsétlenség történt, a fiát, Dirk Hammert 2 lövéssel halálosan megsebesítik, és Hammer doktor 111 napon keresztül küzd a fia életeért, végül 78. december 7-én a fia meghal a karjai között, és rá 2 hónapra Hammer doktornak hát elég súlyos heredaganata alakult ki. A műtétbe beleegyezett akkori tudása szerint, és a semmilyen más kiegészítő terápiát, kemoterápiát, sugárterápiát nem vállalt. Így is csak 1% túlélési esélyt adtak neki, mondván, hogy a hasa tele van áttétekkel. Ez mind 1979-ben történt, és 2017-ig gyakorlatilag Hammer doktor különösebb betegségek nélkül élte az életét. De elgondolkodott azon, hogy az ő heredaganata és a fia halála között kell legyen valamilyen kapcsolat, hiszen ő addig teljesen egészséges volt. Nos, itt jön be Hammer doktornak a zsenialitása, visszamegy Németországba, és több mint 200 daganatos beteget kikérdezve rájön az első biológiai természettörvényre, amit a rák vastörvényének nevezett el. A fiára való tekintettel pedig DHS-sel nevezi azt az 5 kritériumot, ami arról szól, hogy mi szükséges ahhoz, hogy a mi biológiai testünkben elinduljon egy értelmes biológiai különprogram. Amint látjuk ezeket az ismérveket, érzelmi konfliktusról van szó. Tehát egy olyan nagyon súlyos, váratlan, hirtelen megjelenő érzelmi megrázkódtatásról, amit magányosan élünk át, és benne ragadunk a konfliktusban. Vagyis a lelki megrázkódtatás, az érzelmi megrázkódtatás az agy közvetítésével szervi elváltozást indít el. A lélek agyszerv tengelyről másoknak is voltak feltételezései, de olyan tudományos táblázatot, amilyet Hammer doktor állított össze, senki a világon még nem írt le. Ezt a táblázatot én 2 éven keresztül teszteltem, és nincs benne semmi hiba. Minden tökéletesen úgy működik, ahogy ott le van írva. És az a döbbenet, hogy annyira egyszerű. Ezt szeretném röviden összefoglalni, hogy mindenki számára érthető legyen a biológiai testének a működése, és ne félelmekkel nézzen bármilyen tünet elé. A lelki megrázkódtatás pillanatában kialakulnak az úgynevezett sinek, vagyis azok a körülmények rögzülnek, amelyek a konfliktus pillanatában jelen voltak. Csak hogy, ha nem érzelmileg oldjuk föl ezeket a lelki megrázkódtatásokat, akkor a sinek egy életen át fognak emlékeztetni minket a fel nem oldott konfliktusra. És ezek képezik alapját a krónikus betegségeknek. A Hammeri táblázat alapján a szervi elváltoztatásból rá tudunk kérdezni a beteg történetében előfordult érzelmi megrázkódtatásra. Természetesen ezt a beteg fogja megtalálni az ő életében, de legalább tudja, hogy mit kell keresni. És hogyha ezt az egészet érzelmileg megoldja, akkor természetesen a sínek is eltűnnek, így a krónikus betegségnek a lehetősége is eltűnik. De rögtön az elején, mert nagyon fontos megérteni, hogyha a napjainkat békével tudnánk lezárni, nem haraggal, nem gyűlölettel, nem aggodalommal, nem félelemmel, akkor nem vinnénk át a következő napra a mai nap konfliktusait, ha érzelmileg le tudjuk ezeket zárni, és erre kérek mindenkit ma este is, akkor a mai nap problémáiból holnaptól nem lesznek krónikus betegségei. Nos, az egyetlen valóság,
mindig az én megélésem, ezt nem győzöm kihangsúlyozni, vagyis nem az számít, hogy mi történt valójában, hanem csak az számít, hogy mi volt az én megélésem. A második biológiai természet törvényt Palmer doktor azért találta föl, mert álmában további biztatást kapott halott fiától, hogy folytassa a kutatást, mert van még mit felfedeznie. És Hammer doktor megfigyelte, hogy az úgynevezett betegségek, vagyis az értelmes biológiai különprogramok két szakaszban zajlanak le. Van egy konfliktus aktív szakasz, és van egy megoldási szakasz. Mindezt a DHS indítja el, vagyis a Dirkheimer-szindróma, a váratlan meglepetésszerű esemény, ami megrázza az embert, mondjam úgy, mint Isten a vargát, benne ragad a konfliktusban, és magányosan éli meg az egészet. Nos, a konfliktus aktív szakasz természetesen addig tart, amíg el nem jutunk a megoldásig. Vagy az érzelmi megoldásig, és mondom, akkor a sinek is eltűnnek, vagy megváltozik az élet, megváltozik a körülmény, és éppenséggel nem azzal a konfliktussal foglalkozunk, mert hát azért nem egyetlen ilyen értelmes biológiai program fut a szervezetünkben. Amíg meg nem oldjuk a konfliktust, a konfliktus aktív szakaszban a stressznek a tüneteit érezzük. Kék színnel azért van jelezve, mert ez a hideg fázis. Hideg a kezünk, hideg a lábunk, feszültek, idegesek vagyunk. Nincs étvágyunk, nem eszünk, ezért le is fogyunk. Az elalvás az nehéz lesz, éjszaka felriadunk álmunkból többször, és természetesen, ha sokáig fennáll ez az állapot, akkor emelkedik a vérnyomás, ezt fogják az eszenciális hipertónia diagnózissal illetni, illetve emelkedik hosszú távon a stresszhormonoknak is a szintje. Ha eljutottunk a megoldáshoz, akkor következik a megoldási szakasz első része. Jelezhetnénk ezt A betűvel, de a lényeg az, hogy mi történik itt. Azért exudatív fázis, mert folyadék gyülemlik a részbe, ahol valójában a biológiánk helyreállítja mindazt, amit a konfliktus aktív szakaszban a túlélés érdekében áthangolt. A helyreállítás az háztartásban is nagyobb víz felhasználással történik, és gondoljunk csak arra, hogy mindig, amikor tüneteink vannak, azok fájdalommal, gyulladással járnak, duzzanattal, esetleg, ha látható részen van piros, és nemigen fog az adott rész úgy működni, mint azelőtt. Ezt találjuk a nátha esetén is. Na, ez az a szakasz, ahol már megjelenik a nátha. A konfliktus aktív fázisban nincs nátha. Megmondjuk majd azt is, hogy mi történik valójában a konfliktus aktív és a megoldási szakaszban részletesen. Tehát itt először gyulladásos tünetek következnek, majd az epileptoid krízisben, amit látjuk megint kék színnel jelölve, azt jelenti, hogy megint feszült ideg állapot következik, vagyis tünetek eltűnnek, de éjszaka arra ébredhetünk föl, hogy újra álmodjuk azt a történetet, ami éppen a konfliktusban megtörtént. És ugyanakkor, ha a DHS egy mozgással kapcsolatos történet volt, amit nem tudtam megoldani, akkor itt az epileptoid krízisben ezeket a mozgásokat fogom imitálni. Ugye a körülmények fogják meghatározni, hogy ez csak izomrángás lesz, izomgörcs lesz, vagy egy egész epilepsziás görcsroham. Ennek a szakasznak a jelentősége abban rejlik, hogy megakadályozza a biológiát, hogy egészen ide le a legmélyebb vagotóniába megérkezzünk. Ez egy nagyon veszélyes állapot lenne, hisz szívmegálláshoz vezetne. De ez a kicsúcsosodó szimpatikus idegrendszer túlsúly, ez ezt megakadályozza, igaz, veszélyekkel van teli, nagyon sokszor
életveszélyes állapot lépít föl, legyen az gyomorvérzés, mélyvénás trombózis, tüdőembólia, szívmegállás, epegörcs, vesegörcs, stb. És ugyanakkor ez a szakasz az, amikor a folyadék az agyi szinten és szervi szinten is elkezd kiürülni. Tehát megszűnik a fejfájás, és rengeteg vizeletet ürítünk a megoldás második szakaszában, és itt következik be a hegesedés. Erre az jellemző, hogy extrém fáradtság lép föl, és természetesen ez mind attól függ, hogy éppen milyen program fut, melyik szervünkön, szövetünkön fut a történet. Ezeket a tüneteket azért mondtam el, hogy tudjunk róla, hogy amikor nagyon, de nagyon betegnek érezzük magunkat, valójában éppen akkor gyógyulunk. A program nem mindig fut ki, és ezért van az, hogy a meg nem oldott konfliktus folyamatos szövet szaporulatot, vagy szöveti sorvadást, vagy funkciómódosulást fog okozni, hiszen a túlélés érdekében ezt a három dolgot tudja a szervezetünk csinálni. Szövetet szaporít, szövetet sorvaszt, vagy valamilyen működést változtat. Itt tehát megrekedtünk a konfliktusban. Ez veszélyes, ezt mindenképpen oldani kell. Amikor a konfliktus megoldása nem történik meg lelki szinten, akkor a sínek gondoskodnak arról, hogy valahányszor újra és újra sínre kerülünk, az adott program újra elinduljon. Ha kifut a program minden alkalommal, akkor beszélhetnék arról, hogy recidíva, vagyis policiklikus lefolyás történik. Aztán látjuk itt alul a harmadik ábrán a függő gyógyulásnak az ábráját, és láthatjuk, hogy itt nem jutunk el az epileptoid krízisig, vagyis valójában a konfliktus aktív és megoldási szakasz első része váltakozik. Ez fejére állítja a program lefutását, és természetesen a fájdalmat állandósítja. De a részleteket a továbbiakban fogjuk megérteni. Ahhoz, hogy megértsük azt, hogy mi történik valójában a konfliktus aktív és megoldási szakasz alatt, Hammer doktor tovább keresett, kutatott, és így jutott el az embriológiához, vagyis az egyedfejlődéshez, vagyis ahhoz a részhez, amikor még a méhen belüli élet kialakult a megtermékenyített petesejt osztódásából. A szervezetünk sejtekből van felépítve, és ezek a sejtek működnek. Tehát a túlélés érdekében, amit azt már említettem, vagy a sejtek szaporítása, vagy a sejtek sorvasztása, vagy a működés módosítása lesz, amit a biológiánk a túlélés érdekében tenni tud. Természetes, ha a konfliktus aktív szakaszban sejtet szaporítottunk, akkor azt a megoldási szakaszban le fogjuk bontani, mert egyetlen sejtet sem tartunk el feleslegesen. Ugyanakkor, hogyha sejt sorvasztással indult a program, akkor a megoldási szakaszban a lesorvasztott sejteknek a visszapótlása fog bekövetkezni, és ennek az értelme, hogy mindaz, amit lebontottunk, az majd erősebb lesz, mint volt. És nyilvánvaló, ha működésmódosításról volt szó, akkor a megoldási fázisban a működés helyre fog állni. Az embriológiára utaló képet látjuk, amit Hammer doktor készített, és a három csíralemez ábrázolása a sárga, a narancs és a piros színekkel történik. Vagyis a megtermékenyített petesejtből először is egy szedercsíra állapotnak nevezett sejttömeg alakul ki, majd mielőtt ez felveszi a kapcsolatot az anyaméh nyálkahártyájával, rétre jön a három csíralemez. És a három csíralemezből lesz minden szervünk, minden szövetünk, természetesen ezt már senki nem fogja magában megtalálni, mert ugyanúgy, ahogy a magból a növény kinő, ugyanúgy fog kinőni ebből a három csíralemezből minden szövetünk.
És ezek az sejtek egy életen keresztül ugyanazt a működést végzik természetesen, nem módosul ezeknek a sejteknek sem a helyük, sem pedig a működésük. A sárgával jelzett belső csiralemezből kialakult sejtjeinket az agytörzs vezérli. A belső csiralemezt endodermának is nevezik, vagy entodermának, teljesen mindegy. Az agytörzs irányításával a falat konfliktusok lesznek megoldva, hiszen a túlélés érdekében szükségünk van levegőre, vízre, táplálékra, fényre és hangra. Ezeket a falatokat oldja meg az agytörzs a megfelelő szervek szintjén, a tüdő, a vese, az emésztőrendszer, a szem, illetve a középfül szintjén. A narancssárga színnel jelzett mezoderma, vagy középső csiralemez sejtjeit két idegi képlet is irányítja. A kisagy vezérli azokat a sejteket, amelyek a támadás, bemocskoltság és gondozással kapcsolatos konfliktus hatására szövetszaporulatot indítanak el. Ide tartozik az irha és függelékei, a hashártya, mellhártya, szívburok, és mivel a mell tejtermelő mirigyállománya valójában embriológiailag egy módosult verejtékmirigy, ezért természetesen, hogy itt is szövetszaporulat lesz, csak hát a tejmirigyeknek a feladata a tejtermelése. Minden felesleges és túlzásba vitt aggódás az emlők mirigyállományának a szaporulatát fogja beindítani. Illetve minden támadásként vagy bemocskoltságként megélt konfliktus az irhára, illetve az említett burkokra hat. Ne feledjük, hogy az agyunk nem tesz különbséget valóság, álom és illúzió közt, ezért nem kell egy vödör kakit a nyakunkba borítsanak, elég, ha bemocskolják a becsületünket, vagy hátunk mögött valami nagyon, hát mondjam azt, hogy piszkos ügyről beszélnek, ami a mi becsületünket bemocskolja, ezek is az írha közvetítésével fognak elindítani szövetszaporulatot. A fehér állomány, amit itten egy narancsárga kifli képében látunk, az az idegi része az agynak, ahol olyan hát relék szürke állományú magvak vannak, amelyek a mozgással kapcsolatos konfliktusokra fognak hatni természetesen, a mozgásban résztvevő szövetekre. És akkor nyilvánvaló, hogy a mozgás alapját a csontszövet adja, a csontokat ízületek kötik össze és inak, ez a második szövetfajta, amire hat. A harmadik az izom, mert ugye ez fogja magát a mozdulatot elvégezni. Az izmokat az erek látják el osztóért, gyűjtőért, nyirokért, és a plusz energiát a zsírszövet adja, a bőrnek a legbelső része, és természetes zsírszövetet a szervek között is találunk, és gyakorlatilag itt mindig sejtszintű sorvadás indul be, mert a konfliktus az az önleértékelés, és az önleértékelés az egyenlő önpusztítás. Tehát amikor valamilyen szinten mi nem vagyunk kibékülve önmagunkkal, akkor ez a mozgásszervek szöveteit alkotó helyeken fog megnyilvánulni szövet sorvadás képében. Vagyis a legdurvább önleértékelés mindig a csontokat érinti, a legenyhébb önleértékelés pedig a zsírszövetet. A piros színnel jelzett ektodermából származó sejtjeinket az agykéreg fogja irányítani, ennek van a legbonyolultabb, legösszetettebb funkciója. Ez fogja irányítani az elválasztási konfliktusokat, amit ez a piros színnel jelzett baba szimbolizál számunkra, mivel ugye a környezettől minket a bőrünk legfelső része, a több rétegű elszarosodott laphán választ el, ezért nyilván
hogy az elválasztási konfliktusok a bőrfelszínen fognak jelentkezni. Ezek is mindig először szövet sorvadás képében, érzés, érzékelés csökkenésben, zsibbadásban, hűvös bőrben, nevezzük ezt neurodermitisnek, és a megoldásban pedig jönnek a gyulladásos tünetek, hát amelyek esetleg hólyagosodással, fájdalommal járnak. Az agykéreg nem csak az elválasztási, hanem a birtokkonfliktusokat is irányítja, de ide tartozik a szaglás, hallás, látás és egyéb érzékelések is. A mozgatóközpontok is itt vannak, és ezeket a működés problémákat is az agykéreg irányítja, tehát amikor nem sejteket sorvasztok, hanem működést változtatok, az is az agykéreghez tartozó feladat. Az agykéreghez tartozik ez a feladat is. A negyedik biológiai természettörvény rávilágít arra, hogy a bennünk lakó gombák, baktériumok és vírusok, mondom még egyszer, a bennünk lakó mikroorganizmusok, egy szóval, azok a mi barátaink, hiszen segítenek nekünk, vagy a sejtek lemontásában, amit ezt itt láthatjuk, az endoderma részén, illetve a régi mezoderma részén, vagy segítenek nekünk a sejtek visszaépítésében, az új mezoderma és ektoderma sejtjei szintjén. A különböző, hát titkos helyeken előállított baktériumok ellen természetesen védtelenek vagyunk, de ha megismerjük a biológiánknak a működését, akkor fogjuk megérteni azt is, hogy miért fordulhat elő a baktériumoknak vagy a gombáknak a túlszaporodása. Az ötödik törvény pedig rámutat arra, hogy valójában a betegség nem Isten vagy a sors csapása, hanem ezek értelmes biológiai programok, hiszen minden a túlélésről és a faj fenntartásáról szól. Nem ellenünk dolgozik a biológia, hanem mindig értünk dolgozik, és hogyha megértjük, hogy ezek az értelmes biológiai programok mit jelentenek, sőt, milyen üzenetet hordoznak számunkra, és ezeket lelkileg rendbe is tesszük, akkor ezek a programok már nem fognak újra és újra megjelenni az életünkben. Hammer doktor az ötödik biológiai természettörvénnyel tette föl, mondjam azt, a koronát a művére, és gyakorlatilag ezzel az egésszel egy olyan tudományos alapot adott a medicinának, amit már ideje lenne elismerni. Hiszen a tudománynak az alapkövetelménye a reprodukálhatóság. Vagyis, hogy ha Nagyváradon vagy Budapesten megtörténik egy valami, akkor az ugyanúgy a világ más részén is megtörténik. Vagyis a halálfélelmi konfliktus minden emberben, éljen az a világ bármely pontján, tüdőszövet szaporulatot fog okozni, hiszen a halál azt jelenti, hogy tovább nem lélegzünk. És ez a félelem fogja beindítani a biológia részéről azt, hogy felszaporodik a tüdőszövet, és csak kérdés, hogy a saját halálom, vagy más halála miatt van bennem félelem. A saját halálom miatt van bennem félelem, apró sejtes tüdőszaporulatot fognak leírni, a más halála miatt van bennem félelem, egy, esetleg két gócot fognak a tüdőbe találni. És azt is tudják nagyon jól a tüdőgondozóban, a tüdőosztályon, és még az onkológián is, hogy nem a dohányzás okozza a tüdőrákot, hanem a halálfélelmi konfliktus, hiszen a tüdőrákban meghaltak, több mint kétharmada soha nem dohányzott. Ennyit szerettem volna bevezetésként elmondani az egészről. Akkor beszéljünk arról is, hogy hogyan működik mindez a nátha és megfázás esetén. A nátha és megfázás esetén, mostan belemegyünk egy kicsit a részletekbe,
mert ugye, ahogy itt ki is vetítem, a szagloreceptorok kutatásáért nem is olyan régen adtak Nobel-díjat. Ugye tudjuk, hogy a szagló ideg, az az első pár agyideg egészen a koponya alapon, tehát az agynak az alapi részén, a homloklebenyben található, közvetlenül a rostacsont fölött, de ezt mindjárt mutatom képben, és a szagló rendszer kapcsolatai az agy többi részével, ez még mindig kutatástárgyát képezi, illetve még a viselkedésünkre is kihat az, hogy milyen a szaglásunk. De tudjuk jól, hogy a kutya egy szagló lény, a legfejlettebb a szagló központja a kutyának, és gyakorlatilag az orra után megy, a szagok után megy, és nem éppen a látása az, ami a kutyát vezérli. A feromonokról mindenki hallott ilyen vagy olyan változatban, ugye szokták mondani, hogy nem működik a kémia. Hát itt arról van szó, hogy ezek a feromonok a nem tudatosan érzékelt szaganyagokra vonatkoznak, és gyakorlatilag már érzékküszöb alatt is hatnak. Ugye, ha látjuk az állatvilágot, megnézzük a kutyákat párzás idején, hát látjuk, hogy minden különösebb undor nélkül szaglásszák egymás nemi szervét, és azokat az illatanyagokat, amelyeket innen vesznek, ezek fogják befolyásolni még a viselkedésüket is. Ez a vomeronazális szerv, ez egy olyan rész, amit természetesen, mert ugye idézőjelben mondom, hogy természetesen, a tudományban minden igaz, meg annak a fordítottja is, lassan már ott tartunk. Tehát állatoknál kimutatható egyértelműen a vomeronazális szerv. Embereknél van, aki megtalálta, van, aki nem találta, hogy egészen pontosan fogalmazzak, de mindjárt megmutatom. Ennek az a lényege, hogy ez a szervünk képes egy molekulát is kiszűrni a levegőből, és gyakorlatilag ennek köszönhetjük aztán, hogy nem is érezzük mondjuk a parlagfűnek a pollenjét, és mégis beindítjuk az úgynevezett allergiákat, amelyekről ugye szó van. Itt láthatjuk azokat a képeket, amelyek hát segítenek megérteni nekünk, hogy miről is szól ez az egész történet. Itt az első képen láthatjuk a szagló hámnak a jelenlétét kék színnel, és a szagló hámból pedig a szagló idegek benyúlnak az ornyálkahártyán keresztül az orrüregbe. Itt láthatjuk az alsó képen azt a bizonyos sárga színnel jelzett hát, vomeronazális szervet, ami erre a legérzékenyebb hát, szagló részünk és azt az egymolekulányi hát, ingert, szagló ingert is, szagingert is képes fölfogni. Itt pedig láthatjuk, hogy miért lép föl az orvérzés általában mindig ugyanott, a kiszelbáknak nevezett hát, ereknek a gyűrűjében, hiszen nagyon gazdag az orrnak a vérellátása. Vajon miért? Pontosan azért, hogy a belélegzett levegő az orrunkon keresztül föl tudjon melegedni, meg tudjon szűrődni. Azért van három orrkagyló az orrunkban, és így nedvesen és megszűrve jusson le a tüdőnkbe. De ha nem az orrunkon vesszük a levegőt, hanem a szájunkon keresztül, akkor ne csodálkozzunk, hogy az a nedvesség, az a pára, ami folyamatosan az orrüregben keletkezik, nem fog tudni elpárologni a belélegzett levegővel, és az össze fog gyűlni itt a garatban, és hát hogy mondjam, egy igen jó táptalajt képez a kórokozóknak nevezett bacillusok számára, hogy elszaporodjanak benne. Már ez egy fizikai tényező, ami tehát a szájlégzés már eleve egy olyan fizikai tényező, ami megteremti a lehetőségét, a körülményét annak, hogy valakinek állandó
náthája legyen. És ez nem a germán gyógytudományhoz tartozó rész, hisz itt nem lelki megrázkódtatásról beszéltem, hanem csak egy rossz szokásról. Egyszerűen a szájlégzés okozhat ilyen tüneteket, csak Igen. azért, mert nem az orromon, hanem a számon veszem a levegőt. Igen, és ezt tapasztaljuk azoknál a gyerekeknél, akiknek bedugják a cumit a szájába. Ugye, amíg szopja a cumit a gyerek, addig nincs baj, mert addig az órán szuszok. De amint elalszik, és a cumi ott van a szájába, és a cumi két oldalán, ő a száján keresztül szuszok, természetes, hogy az orra teli lesz. És aztán jönnek a mindenféle orrcseppek, amelyekről már kiderült, hogy nem szabad őket használni egy-két napnál tovább, mert függőséget vált ki. Nem egy olyan beteggel találkoztam, aki már nem tudott szuszogni, ha nem csepegtetett az órában. És ha itt tartunk, akkor megkérek mindenkit, hogy most vagy álljon fejre, vagy képzelje el azt, hogy ez az orr, ahol most éppen a mutató van, azt fejjel lefele áll. Mert ha orrcseppet szeretnék rendesen alkalmazni, akkor az orrunkkal egészen előre kéne boruljunk, és mondjam úgy, hogy felülről, tehát ebből az irányból, ugye most mondom felülről, becsepegtetni az orrunkba, mert akkor tudna ez az orrcsepp végigfolyni az orrnyálkahártyán, és így volna hatékony. Csak hogy az emberek hátra borulnak, és az az orrcsepp akkor leszalad a szájpadlás tetején be a torkunkba. Ha valaki az orrcseppnek az ízét érzi, akkor azt jelenti, hogy nem csepegtetett normálisan. Tehát ezt számtalan esetben megmutattam a pácienseknek, hogy ha már mindenképp orrcseppet alkalmazunk, akkor legalább hajoljunk előre. Vagy a gyereknek a fejét hajlítsuk annyira hátra, hogy gyakorlatilag az orrnyílás fölfelé legyen, és az orrcsepp egyenesen az orrüreg nyálkahártyáján szét tudjon terülni. Tehát az első, mondjam azt, hogy közellenség, ami nem a germán gyógytudomány része, az egy rossz szokás, szájlégzés. Ennek a szájlégzésnek rengeteg következménye lesz, többek közt az, hogy ez a szájpadlás fölemelkedik, és orrsövényferdülést fog létrehozni, ezáltal is nehezítve az orrlégzést. És elzáródik aztán a fülkürt, az eusztákféle kürt, és másodlagosan okozhat középső gyulladást, ami megint nem a hangfalat konfliktussal áll összefüggésbe, hanem a szájlégzéssel. A szájlégzésnek van egy olyan következménye, hogy az orrunkat, ha kiiktatjuk, nem érezzük az illatokat, és amint azt már a nyelvvel kapcsolatban elmondtam, csak négy ízt fogunk érezni, az édest, a sóst, a keserűt és a savanyút. És szerinted, Réka, mit fog választani a gyerek ebből a négy ízből? Hát biztosan az édes. Hát erről van szó, és nem hajlandó csak édességet enni. És aztán ott van az, hogy a nyelve a páciensnek folyamatosan hátra esik. Itt van a nyelv, tessenek megnézni, lefekszik a gyerek, és a száján szuszog. Na, de ha ez hátra esik, fekvő helyzetbe képzeljük el ezt a babát. Ha ez hátra esik, akkor természetesen, hogy megzavarja a gyermeknek az alvását, és az csak annyit jelent, hogy nem mennek végbe azok az úgynevezett REM fázisok, a gyors szemmozgások fázisai, nem lesz pihentető az alvás, ez a gyermek másnap nem fog tudni figyelni az iskolában. És nem tud figyelni, akkor mi van? Hát, hiperaktív lesz, vagy figyelemzavaros, vagy egyéb kórképet. Vagy egyéb, pontosan. És van egy olyan történet is még, hogy az orrlégzés és a szájlégzés befolyásolja a mellkasnak még az alakját. És most nyugodtan mindenki csukja be a száját, és szívjon egy mély levegőt az orrán, és azt tapasztalja, hogy a vállai emelkednek. Jó, fújjuk ki a levegőt, és akkor maradjunk nyugalomban, és most a szánkon keresztül szívjunk levegőt, és azt veszük észre, hogy hasi légzés fog be, a hasi légzés fog kialakulni. Na most ezek azok a dolgok, amelyek hosszú távon még arra is kihatnak, hogy a mellkasunk hogyan alakul ki. És ugye itt már szó volt arról, hogy étvágyról, hogy kialvatlanságról, mellkasdeformitásról, orrsövényferdülésről, állandó náthárról, szellemi képességekről. Én azt hiszem, hogy ennyi pontosan elegendő ahhoz, hogy figyeljünk oda, hogy nem az a baj, ha a gyerek cumizik,
vagy szopja az ujját, az a baj, ha elalszik, és nem figyelünk oda, hogy a szája nyitva van, vagy csukva van. Ha elaludt a gyerek, az állkapcsot megemeljük, a szája becsukódik, és óhatatlanul mit csinál? Kezd szuszogni az orrán. Tartsuk ott az állán, az állkapcsán a kezünket addig, míg nem stabilizálódik ez az orrlégzés, és onnantól kezdve nyugodtak lehetünk, hogy a gyerek egész éjjel az orrán fog szuszogni. És innentől megakadályozunk mindazt a mellékhatást, amit itt eddig elmondtam. Nos, folytassuk a történetet azzal, hogy ugye mondtam, hogy az orr az egyéb élményeket is befolyásolja. Ugye lesznek illatok, szagok, amelyek kellemesek, és amik kellemetlenek. De hát amikor egy hölgyre emlékeztető parfüm illatot megérzünk, akkor ezzel kapcsolatosan, a vele kapcsolatos kellemes élmények nem jutnak eszünkbe, nem kerülnek sínre. Dehogy nem. És ezek az élmények hol lesznek? Pont itt, ahol mutatom. A limbikus rendszerrel. Tehát nagyon komplex dologról van szó, ha szaglásról beszélünk, ne feledjük el, hogy az egyik legfontosabb érzékszervünk a szaglás. A továbbiakban még annyit szeretnék részletezni, hogy az a bizonyos feromon az befolyásolja tehát a szexuális viselkedést, és egyszerűen csak valakinek az illatáról eldöntjük, hogy ez nekem rokonszenves, vagy nem. Itt most a saját illatáról beszélünk, nem a parfümöt hát, igen, ről most beszélünk, amit használ. Lehet szó erről is, meg arról is. Ugye minden ember bőrének van egy alapillata. Most kérdés, hogy ezt hogyan érzékeljük. Tudjuk jól, hogy vannak fajok, akiknek erősebb illatuk van, mint a fehér embereknek. Ez náluk egy természetes illat. Ez nem lehet annak a függvény, hogy a saját illatunkat annyira megszoktuk, hogy ezt mi nem érezzük? Nagyon-nagyon jó a kérdés, Réka. Pont erről van szó, abban az esetben is, amikor bejön valaki egy előadásra, volt ilyenről szó, és mindenki érzi, hogy iszonyú vizelet, szag árad az illetőből, csak ő nem. Miért? Mert már megszokta, idézőjelbe teszem, vagyis azt az illatot, amit mi nem szeretnénk megérezni, arra az agyunk kikapcsolja az a szagérzést, de ez majd a végén következik. Szóval ott tartunk, hogy vannak úgynevezett alap szagok, illatok, és hát láthatjuk, hogy vannak a fűszerillatok, mindenki gondolna egy fűszeres traminire, vannak virágillatok, mondjuk egy rozéborra, a gyümölcs illatok, egy ilyen testes vörösborra, a gyantára már nem tudok bor fajtát említeni. Ugye a dohánynak is van egy meghatározott illata, hát a rothadtnak annak igen. Ennek az lehet az értelme, hogy meg tudja különböztetni az ember, hogy mi az ehető, vagy mondjuk nem csak az ember, hanem az élőlény, hogy mi ehető és mi nem. Hát ezt mindig elmondom az alapszintű tanfolyam első napján, ugye a sejtszintű szimbiózisoknál, hogy maga a táplálék felvétel úgy történik, hogy először megszagoljuk. Nem? Igen. Először megszagolom, hogy mit teszek be a számba. Tehát az első inger az, hogy milyen az illata. Ha ez jó, akkor beteszem a számba, és megnyalom, hogy milyen az ízes. Ha nem jó, még mindig kiköphetem. De az első az illat. Úgyhogy nagyon fontos az, hogy valaminek megfelelő illata legyen. Szerintem az élelmiszeriparnak erre van. Igen. Erre előbb már te tudnál beszélni, hogy erre van módszer, hogy hogyan lehet valamit, tehát, hogy is mondjam, eladhatóvá tenni. De nyilván, hogy itt a parfümöknek a használata is, hát kétélű. Én emlékszem a régi orosz kölnikre, hogy 30 méter után is még érezhető volt, de valami borzasztó. Legalábbis az én oromnak az volt. De hát, és ugye milyen érdekes, hogy a parfümök sem ugyanúgy fognak az ember bőrén megjelenni, mert bizonyos parfümök más-más bőrön más-más illatot hoznak. Tehát nagyon lényeges az illat kérdése,
De akkor menjünk bele abba, hogy miért is vannak náthás dolgok. Eddig úgy általában beszélgettünk arról, hogy Miért van az az érzésem, hogy nem az lesz az oka, hogy kinek milyen kifinomult a szaglása? hát azért, mert ismered a germán gyógytudományt alapjaiban, és hát vajon az orrunkat mire használjuk? Ugye mindenki tudja azt a mondást, hogy valami bűzlik rániában. Tehát amikor bűz van, amikor valami gyanús nekem, akkor azt ki kell szaglászom. Utána kell járjak, nem? Igen. Na mostan, hát itt is vannak fokozatok. Mert amikor nem egyszer ugye tanfolyamon tapasztaljuk, hogy mondok valamit, ami ottan pont talált süllyedt, tehát addig gyanús volt neki, de beigazolódott, hogy az úgy volt, vagy nem úgy volt, akkor mi történik? Mutatom, itt van, szí! És az epileptoi krízisben már jön is a tüsszentés. Mert maga a konfliktus, a DHS, az arról szól, hogy itt valami nekem bűzlik, de ez átvitt értelemben is értendő, tehát az az ember, aki gyanakvó, az utána szaglász a dolgoknak. A konfliktus aktív szakaszban a nyálkahártya sorvadása történik, nincs semmilyen tünet. Esetleg előfordulhat, ha ez sokáig tart, pörkösödése, ahogy Hámer doktor leírja, de ugye volt egy olyan esetünk is, hogy mondtuk valamit, és olyan hirtelen indult be az orrvérzése az illetőnek, hogy ki kellett rohanjon az előadóteremből. És mondta is, hogy igen, valami bekattam. Tehát az ulceráció, a fekélyesedés a konfliktus aktív fázisban is, ha túl erős, már okozhat vérzést. A megoldásban, mikor már tisztáztunk mindent, akkor jön az úgynevezett rinitis nátha, és hát itt jönnek ugye a nedves, gyulladásos tünetek. Az epileptoid krízisben ez keveredhet, ez a nátha vérrel is, és a megoldási szakaszban megtörténik a hegesedés. Álljunk meg egy pillanatra. Azt mondod, hogy a megoldási szakasz első felében van ez a vizes szakasz, Igen. amikor orrfolyás van, amikor be van dugulva az orrunk. Gyakorlatilag ezzel azt akarod mondani, hogy amikor mi a náthától gyakorlatilag szenvedünk, épp a gyógyulási szakasz első Akkor felében vagyunk? éppen gyógyulunk, és ugye ezt hívják úgymond megfázásnak. Hoppá. Hát ha valakire, ugye, és akkor jön a következő dolog, hogy a gyereket becsomagoljuk, hogy meg ne fázzon, lekötjük az órát sállal télen, és akkor abban ott én emlékszem Sajnos én is. gyermekkoromban, hogy szenvedtem ezektől a dolgoktól. Hát szóval én annyit tudok mondani, hogy mínusz 20 és 25 fokban, ha nem fúj a szél, még mindig az orrunkon tudunk lazán lélegzetet venni, és hát ha a szibériai lakókra gondolok, ahol azért mínusz 50 fok alatt is van hőmérséklet, azért el tudjuk képzelni, hogy a biológiánk még ezt is kibírja. Mindig mondom, hogy mínusz 50 és plusz 50 fok között a biológiánk mindent meg tud oldani. Tehát nem kellene bekötni a gyereknek az orrát, természetesen azért kötik le, mert szájlégző. És ha a szájunkon szívjuk be a hideg levegőt, az a hideg levegő lecsapódik a torokra. És hát a torkunk nem arra van kitalálva, hogy megmelegítse, meg megszűrje a levegőt. Ha orron szuszog a gyermek az elkövetkezendő időben, ugye egész tavaszig, garantáltan semmi, de semmi megfázása nem lesz, torka nem fog begyulladni, a torka a falat konfliktus miatt gyullad be. Erre emlékszem, hogy hogy cseleztem ki gyerekkorban, úgy tettem, mintha beszélgetnék, és akkor mindig vettem egy kicsi levegőt a számon is. Tiszta. Elgondolkodtam ezen, hogy miért ilyen fontos az illat. Aztán a mai napon ez így többször eszembe jutott, hogy ugyan már miért ennyire fontos az embernek az, hogy valamit kiszimatoljon. Aztán eszembe jutott az is, hogy a vadállatok milyen fontos és mekkora szerepet adnak annak, hogy honnan fúj a szél. Hát ez Mert az. a ragadozó állat
illatát, ha elviszi a szél a zsákmányállat felé, Akkor az akkor az elmenekül. elmenekül. Na Tehát itt a ugye, túlélésünkről van hát szó, hogy mindig. kiszimatoljuk időben a ránk leselkedő veszélyt. Veszély. Így Ez van, az át. embereknél már átvitt értelemben van, Átvitt mert nem értelemben. biztos, hogy a főnök illatát akarjuk Hát kiszimatolni, valószínű, hogy nem. Valószínű. hanem olyan történetekről van szó, ami számomra bűzlik, ami gyanús, amit ki akarok szimatolni, ami az életemre nagy Veszélyre veszélyt jelenthet. jelenthet, Így vagy van. fontos konfliktus, vagy fontossággal bír, konfliktust Na hordozhat. de jön a torokfájás, ugye? És a torokfájásnak semmi köze nincs a bűzkonfliktushoz. A torokfájás az falatkonfliktus. De Karesz, hogy van az, hogy mégiscsak egymást követik? Emlékszem, gyermekkoromból, 19 éves koromig folyamatosan évről évre ez a nátha és egyéb panasz megjelent nálam, és folyt az orrom, és a torkom is És fáj. nem azzal riogattak, hogyha nem vagy beöltözve, és a sálat felhúzva az álladig, akkor meg fogsz fázni? Jaj, dehogy nem. Na, hát akkor már a félelmet megteremtették. És akkor mondjam el a konkrét történetet. Ugye bejön az óvónéni, hogy elkaptam a gyerekektől. Mi volt valójában az óvónéninek a baja? Attól félt, hogy elkapja. Mert hogy Gyanús megkapja volt, ezt a... már a gyanú az megteremtette az orr programot, és az elkapás, amit nem akarok elkapni, arra is, az is a torkom, a mandulám fog erre reagálni. Akár el akarom, akár nem akarom elkapni. Vagy a másik páciens bejött, és azt mondja, a buszon rám tüsszentettek, és elkaptam. Mire leszállt, már beteg volt. Hát ilyen alapon sem egészséges buszsofőr, sem egészséges óvónő, Sem tanítónő, orvos. orvos, és Nem rengeteg létezik. olyan ember, aki Emberekkel. folyamatosan emberekkel beszél, akkor gyakorlatilag ősztől tavaszig nem lehetne őket munkába Igen. engedni. Hát ő valahogy így, igen. Nos, amikor még a légcsövünk is berobban, ugye, mert hörgő hurutunk lesz, légcső hurutunk lesz, hát akkor mit féltettem? Hát féltettem az egészségemet. Hogy megkapom a náthát. És már ott is van mind a három tünet, amit már nevezhetek influenzának, hiszen bemondták a rádióba, de az a baj, hogy televíziónk nincs, és rádiót se hallgatunk, na lehet, hogy ezért nem kapjuk el Réka. Mert nem hagyjuk magunkat félelemmel manipulálni, hogy az influenza vírus már ott van a határon, nyugatról jön kelet felé, és már félünk tőle, hogy el fogjuk kapni. Pedig Szegeden vasárnap délután rám tüszkölt egy kisgyerek. Na hát, és nem kaptad el. Nem. Hát van ez így. Szóval azért részleteztük ezeket a dolgokat, hogy tudjunk róla, amikor rátüsszentünk valamire, és mondjuk, hogy egészségedre, valójában valami gyanú oldódott föl bennünk, mondjam azt, hogy tudattalanul. Ez lehet mondjuk óvodában azért is, hogy vajon miért nem jött a kis pajtásom, és az gyanús, hogy biztos beteg, és emiatt már én is, tehát Ez így lehet? emiatt már a gyanú megteremti a náthát a megoldási szakaszban. Persze nem tartozik ide az, aki hát tubákot tesz az ujjára, és óvodásoknál beszívja. ez Nem, nem nem, fordul nem elő. az óvodásokra gondoltam természetesen, csak hogy tüsszenteni úgy is lehet, hogy valami izgatószert felnyomok az orromban. Na de nézzük tovább, mert van még itten súlyosabb eset is, amikor azt mondjuk, hogy arcüreggyulladás, vagy homloküreg gyulladásról beszélünk, itt a középső képen éppen ezeket látjuk. Itt a homloküreg gyulladás, alatt az arcüreg gyulladás. Miről szól a történet? Ezeket úgy kell elképzelni, ezeket az üregeket, mint ahogy a kocsi karosszériájában is vannak gyűrődő zónák. Ez védi a koponyánkat. Tehát ha valaki, magyarul mondom, aszfaltitis akutiszt kap, vagyis pofára esik, összetörheti az orrát, az arcát, a homlokát, de a koponyája még mindig védett lesz, mert ezek a levegővel telt csontüregek, ezek pont ezt a célt szolgálják. De megnézhetjük ezen az alsó képen itt,
az orron át beszívott levegőből mondjam úgy egy falat ebbe az orr mellék üregbe is érkezik, és természetesen minden kibelégzésnél ezek az orr mellék üregeknek a levegő állománya is, ha nyitva van természetesen a járatnak az ajtaja, akkor ez mozogni fog, tehát itt lesz levegő áramlás. Akkor viszont, ha bedugul az orrunk, illetve ha nagyon sokáig és nagyon erősen éltük meg ezt a bűzkonfliktust, mert mondjuk 3 héten át utána szagláztam a vejemnek, hogy merre mászkál, és tényleg ott van-e, vagy nem, ezek ilyen anyós programok szoktak lenni, akkor miután kiderül az egész történet, jön a megoldási szakasz, és berobban az orr melléküreg is. Ez már azért nagyon kellemetlen, és nagyon fájdalmas, főleg a megoldási szakaszban, és amikor itt genyképzők is megjelennek, akkor Ammer doktor leírja, hogy azok az orr melléküregben található kötőszöveti részek érintettsége miatt jelennek meg, különben itt is csak savos váladék kéne megjelenjen. A gond csak az, amikor ez a program, amint az előbbiekben mutattam, függő gyógyulásba kerül. Vagyis mondjam azt, hogy délelőtt jól vagyok, de délután megint szaglászok. Aztán a napok úgy telnek, hogy a nap egyik szakaszában konfliktus aktív, másik szakaszában megoldási szakaszban vagyok, és ez lesz az, ami ide vezet, amit mutatok ezen a képen, vagyis a melléküreg nyálkahártyájának a túltengéséhez, amit orrpolipnak fognak nevezni. Tehát ez a függő gyógyulás következménye. Ez az, amikor gyakorlatilag nem hagyom abba a szaglászást, a gyanakvást? Amikor egy gyanakó ember vagyok, és nagyon sokáig egy ügyön, mondjam azt, hogy sokáig utána szaglászok, és hát ennek a megoldása végül is hát az lesz, hogy igencsak erős fejfájással, mert ugye ezt magányosan éljük meg, nem, főleg ha el sem mondhatom a lányomnak, hogy a vején éppenséggel merre postatott, mert nem akarok köztük teszem azt feszültséget kelteni, akkor a kedves anyós magányosan éli meg, még több vizet begyűjt a melléküregekbe, és gyakorlatilag az orrlégzést lehetetlenné teszi, tehát kénytelen lesz a száján szuszogni, ami tovább rontja az orrlégzésnek a megoldását. A lényeg tehát az lenne, hogy megértsük, hogy ennek mi a mechanizmusa, és természetesen, hogy ebben az esetben gyulladáscsökkentő, fájdalomcsillapító, sőt, az inhalációk az orron keresztül beszívott nyálkahártyára ható a lobos, vagyis a gyulladás csökkentő dolgoknak a beszippantása az nagyon üdvös és ajánlatos. Most eszembe jutott egy vásárlónk, aki szinte minden nap bejárt vásárolni, és hova? Azért mondtál. Egy hipermarketben az eredet a régebbi munkahelyemen. Igen. És mindig hozott kézi számológépet, és összeadta a pénztárnál a termékek árát, hogy vajon nem vertük-e át, és mindig olyan nagyon furcsán szörcsögött az óra, hát akkor így már egyértelmű. Akkor így már egyértelmű az egész történet. Nos, van még aztán még egy lépés, ugye? Eddig arról beszéltünk, hogy valamit nagyon kiszeretnék szimatolni. Na, de amikor nagyon zavaró a bűz, ugye? Akkor az van, az a konfliktus, hogy ezt a bűzt már nem lehet elviselni. Akkor a konfliktus aktív szakasz csak arról szól, hogy a szagló központot fogom én blokkolni. Tehát itt működésváltozásról van szó, nincsen ornyálkahártya, sorvadás meg visszaépítés, hanem egy bizonyos szag érzékelésének a kikapcsolása érdekében indul el a program, és hát anoszmiának hívják a szagérzésnek az eltűnését.
Ezt minél hamarabb rendezni kellene, és az illatérzés, a szagérzés az visszatér. Ez reverzibilis, és hát hála Istennek volt már olyan paciensünk, aki azzal jelentkezett, hogy 2 éve semmilyen illata nincs, és ott a konzultáció alatt jött vissza a teljes szaglással. Ezt ki lehet kapcsolni csak egy illatra, vagy az összes illatot? Mind a kettő igaz. Egy illatra is ki lehet kapcsolni, meg az összesre. Mint ahogy említettem az előbb, akinek inkontinenciája van, tehát becsöpög a vizelete, az egy idő után nem fogja érezni a saját vizeletének az illatát. Csak mindenki más a környezetében. De olyan is van, tehát ha nagyon durva gyanúról van szó, amit már ki akarok zárni az életemből, akkor az összes illatra kiterjedő, tehát szagelvesztést fogunk kialakítani. Hát nagyjából ennyi lenne, amit a náthárról, a megfázásról, a helyes légzésről, az illatokról és a szaglás elvesztéséről összefoglalóban el tudtam mondani, és akkor a továbbiakban a fórumot fogjuk indítani. Azelőtt szeretném megköszönni neked, Karesz, a mai fantasztikus előadást és önöknek a figyelmet. A fórumban először ezzel a témával kapcsolatos kérdéseket tegyék fel, és nagyon kérem, hallgassák végig az egyéb válaszokat is, hiszen nagyon sokat tudunk tanulni egymás kérdéseiből. Amikor elfogytok a náthához kapcsolódó, köthető kérdések, akkor más témában is lehet kérdezni, ezt én jelezni fogom. Ha valaki hamarabb beír, akkor ezt megjegyzem, és később visszatérünk rá. A kérdéseket ajánlatos egy szövegszerkesztőben röviden megfogalmazni és bemásolni a csetmezőbe, és fontos lenne az is, hogy egyszerre egy kérdést fogalmazzanak meg. Abban az esetben, ha beírták a kérdésüket, akkor kérek mindenkit, hogy várja meg a kérdésére a